Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mit fog tenni a közeljövőben irányodba természetesen? Ezt megtekintjük most ennél a kivetésnél. Itt ez a három kép jelenti az ő jelenlegi helyzetét, hogy gondol rád, mi a terve, mire számíthatsz a közeljövőben. Ott azon a felső képen látható egy hölgy, szeretne előre menni, de olyan bizonytalan, kapaszkodik valamiben. Ő így lát téged. A kártyán láthatóak a kelyhek, tehát itt érzelmekről van szó, és az azt jelentheti, hogy te bizonytalan vagy, nem akarsz érzelmekről beszélni, vagy nem bízol benne, valamiben még kapaszkodsz, ez lehet a múltad, ami adja számodra a biztonság érzetét. Szeretnéd, ha előre mennének a dolgok, de itt vannak még korlátozások. Ő így tekint rád. A középső képen látható egy ágy, ahol ez a hölgy felkel, tehát ki kellene lépni ebből a helyzetből, elbúcsúzni a félelmektől, a bizonytalanságoktól. Kelj fel, állj fel, légy büszke! Ami még ezen a kártyán látható, a kardok, és azok utalnak a levegő elemére, a könnyűségre, és a kommunikációra. Fontos, hogy beszéljetek egymással, nem csak az érzelmeket illetően, hanem a jövőt illetően is. És a harmadik képen látható, hogy ő közeledik feléd, a háttérben ott vagy ebben a kapuban, tehát ő tesz lépéseket irányodba, és te kinyitod ezt a kaput, vársz rá, és ő jön, közeledik hozzád, erre utalnak itt a libák, és ennek van egy ilyen szimbolikus jelentése. Ami még ezen a harmadik képen látható, az a 10-es szám, és az utal egy új kezdetre, amikor indul egy új ciklus. És most megtekintjük a következő kártyákat, ott lent bal oldalon, és az jelenti az ő környezetét, ez lehet előnyös, ez a befolyás másoktól, de lehet hátrányos is. Ki vagy mi befolyásolja őt, az ő lépéseit? Ennek a kártya kombinációnak több jelentése is van. Látható ez a ház. Az utalhat az ő otthonára, a szülői házra, a szomszédokra, a rokonokra, és a második kártyán ott van az orvos, és az azt jelenti, hogy valaki beteg az ő környezetében. A harmadik kártyán látható egy szolgáló nő, tehát ő szolgálja ezeket az eseményeket, segít másoknak. A harmadik kártyán egy hölgy van, de a kártyáknak van szimbolikus jelentése is, tehát utalhat az ő hozzáállására, tehát hogy segít másoknak, az is lehet, hogy valaki kihasználja őt, a jó indulatát. Amit még ez jelenthet, hogy vagy ő dolgozik ezen a területen, mert például orvos, vagy egy kórházban dolgozik, a ház utalhat a kórházra, és ez a szolgáló hölgy a munkára, tehát most neki nagyon sok a dolga, és fáradt, kimerült. Amit még ez a kártya kombináció jelenthet, hogy valami betegíti őt a környezetében. És ő most azon munkálkodik, hogy rendezze a dolgait. Ezek a kártyák utaltak arra, hogy mi van a háttérben. És most megtekintjük azt, hogy milyen lépéseket tesz irányodba, ami számodra látható lesz a közeljövőben.
bizonyára beszélni fog ezekről a dolgokról, hiszen itt ezeknél a kártyáknál újra megjelenik a ház. Az utalhat az ő otthonára, a szülői házra, a rokonokra, szomszédokra, és a középen lévő kártyán látható ez a fa, ami szimbolizál egészségügyi témákat. Ugyanúgy, mint ahogy láttuk ott bal oldalon lent ennél a kártya kombinációnál. Vagy valaki beteg az ő környezetében, vagy őt betegíti valami vagy valaki. A fának van egy más jelentése is, ő szeretne valahol legyökerezni, ahol ő erőt meríthet, erre utal ez a nagy medve. Az lehet költözködés is, vagy keresi a te társaságodat, mert te adsz neki erőt, és ő úgy érzi, nálad le tud gyökerezni, és jól érzi magát a te otthonodban. És mik az elvárásai, vagy hogy tudnál viszonyulni hozzá, mi a kapcsolat kettőtök között, ezt mutatják a következő kártyák. Itt ezen a képen, ott fent jobb oldalon újra látható ez a nagy medve, ami az erőt szimbolizálja. Nem csak a külső erőt, hanem a belső erőt is, a hitünket. Mivel ez a nagy medve mindkettőtöknél megjelenik, az azt jelenti, te segítesz neki, adsz erőt számára, és tőle megkapod ezt a segítséget, mert ő is erőt ad neked. És fontos ez a hit ebben a párkapcsolatban. Ez a kislány utal újdonságokra, vagy egy új kezdetre, a kezében ott van a négy levelű lóhere, ami szerencsét hoz, és ezt átéled a közeljövőben. A kislány alatt ez a virágcsokor szintén szerencsét hoz, azon kívül utal a te szépségedre, a te nőies kisugárzásodra, és a kislány a fiatalos külsődre. Amit még ez a virágcsokor jelent, egy kellemes meglepetés, vagy egy ajándék, egy meghívás, jól alakulnak a dolgok, szerencsétek lesz, és ez erőt ad mindkettőtöknek. Lesz gyógyulás, és ebben kell hinni, ez legyen a bizalom. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rámka.